Szép jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm természetesen képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt, megjelent érdeklődőket, intézményvezetőket. A 2014. október 12-én megválasztott képviselők alakuló ülésén. Átadnám a szót dr. Szőke Zsolt, a Helyi Választási Bizottság elnökének, hogy ismertesse a választási eredményt, és adja át a megbízó leveleket. Üdvözlöm a tisztelt megjelenteket! Nagyon röviden egy tájékoztatót adnék a 2014. október 12-én tartott önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményeiről. Nagyon röviden, Kartalon a törvényes határideig 3 polgármester jelölt és 16 képviselő jelölt adta le nyilvántartásba vételi kérelmét. A választáson 4767 fő választópolgár vehetett volna részt, ezzel szemben csak 1649 fő jelent meg a 6 szavazókerületben. A megválasztott képviselők, az alábbiak, akiknek ezúton is gratulálunk: Peterzoll János független jelölt, Urbán Attila Fidesz-KDNP jelölt, Langa Gábor Fidesz-KDNP jelölt, Szászini Győri Éva független jelölt, Olák Lára Mária Fidesz-KDNP jelölt, Kalcsó Tibor független jelölt, dr. Gyöngy Mónika Fidesz-KDNP jelölt, Bognár László független jelölt. A 3 polgármester jelölt közül a választópolgárok Németné dr. Keresztes Katalin választották meg. A szavazás napján rendkívüli esemény, rendbontás, bejelentés hál' Istennek nem volt. A választási eredményeket nem támadta meg senki, így a polgármester választás eredménye október 15-én 16 órakor, képviselő választás eredménye október 16-án 16 órakor jogerőre emelkedett. Gratulálok a megválasztott polgármesternek és képviselőknek, és eredményes együttműködést gyümölcsöző jó munkát kívánok. Egyúttal megköszönöm a választási szervezetek munkáját és kitartását, precizitását, melyel nagy mértékben hozzájárultak az eredményes választás lebonyolításához. Következő napirendi pontként szeretném, hogyha a képviselők eskütételéhez hozzájárulhatnék. Ehhez kérem szépen, hogy a jelenlegi képviselő álljanak fel és tegyük meg az eskütételt. Az eskütétel alkalmával értelemszerűen az én szó után a saját neve, illetve a tisztség megnevezéseként önkormányzati képviselő megnevezés, majd Kartal, tehát abban az esetben, hogyha az eredendő feladataimat szó után kerülünk, a megye és a település után Kartal nagyközséget említenék meg. Akkor elkezdeném. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, Most, mint önkormányzati képviselő, tisztségemből eredő feladataimat, Kartal nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Gratulálok mindenkinek, és szeretném megkodni. Tehát ízből leveredet átadni. Kedvesi. Nem lesz. Gratulálok. Langa Gábor. Langa Gábor. Gratulálok. Olá Klára Mária. Olá Klára Mária. Gratulálok. Dr. Gyöngy Mónika. Dr. Gyöngy Mónika. Pedig a másik oldal lenne, Urbán Attila. Urbán Attila. Szászíné Győri Éva. Szászíné Győri Éva. Gratulálok. Peterzan János. Kalcsó Tibor. Gratulálok. Foglaljanak helyet. És most a polgármester asszony esküdtételére kerülne sor. Elkészülték a köszönöm. Én? Én, Németné dr. Keresztes Katalin. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármester asszonyként. Polgármesterként. Tisztségemből eredő feladataimat. Tisztségemből eredő feladataimat. Kartal nagyközség. Kartal nagyközség. Fejlődésének elmozdítása érdekében. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segíjen. Foglaljunk helyet valamennyien most már. Átadnám a szót Balogh Zoltánné jegyző asszonynak, aki a polgármester illetményének költségtérítésének megállapításáról szólt néhány szó. A polgármester illetményét a magyar önkormányzatok szóló törvény határozza meg, de mivel a képviselőtestület a polgármester munkáltatója, ezért egy egyszerű határozattal határozni kell annak összegéről. A jogszabály értelmében az 1501, illetve a 10.000 fő lakosság számú településen a polgármester illetményének az összege 448.700 forint. A polgármestert az illetményén felül költségtérítés is illeti meg, amely a illetményének a 15%-ában meghatározott összeg. Kérem a képviselőtestületet, hogy a illetmény összegét, illetve ezt a 15%-os költségtérítést fogadja el. Hozzászólás. Akkor talán szavazzunk. Csak egy hozzászólás. Ja, bocsánat, elnézést. Mivel törvény szabályozza le a polgármester asszonynak a illetményét, illetve a költség
költségtérítést. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy ez az előző ciklushoz képest mind az illetmény, mind a költségtérítés jelentősen csökkent. Tehát ez azt jelenti, itt egy gyors számítást végeztem, ez azt jelenti, hogy éves szinten ez 1.200.000 forinttal kevesebb költséget jelent a mostani törvény alapján a polgármester asszonynak az illetménye, illetve a költségtérítése. Tehát az 5 éves ciklust figyelembe véve ez az önkormányzat számára több mint 6 millió forint költségcsökkentést fog jelenteni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Akkor most már innentől kezdve átveszem a képviselőtestület vezetését, és tulajdonképpen a határozatképesség megállapításával kell ugye kezdeni egy képviselőtestület ülését. Én megállapítom, hogy valamennyi megválasztott képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére minden esetben két képviselőt kell felkérnem. Én jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bognár Lászlót, Peterzol Jánost, amennyiben mindenki egyetért vele és ők elfogadják, akkor erről külön nem kell szavazni. És írásban minden képviselőtársam megkapta ugye a napi rendi javaslatot. Én kérem, hogy a napirendi javaslatot fogadják el a képviselőtársaim, illetve hogyha esetleg további javaslatuk van, azt tegyék meg. Úgy látom, nincs további napirendi javaslat, ezért kérem, hogy kézfelemeléssel fogadják el a meghívóban kiküldött napirendeket. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadták. Tulajdonképpen itt, ahogy haladtunk már a napirendi pontokban, tehát tovább vagyunk innentől. A következő napirend az alpolgármester megválasztása. Tájékoztatom a képviselőket, a jelenlévőket, és akik majd nézik ezt a alakuló ülés felvételét, hogy a törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelezően előírja, hogy egy alakuló ülésnek mi a napirendi pontja. Ezt azért mondom el, mert hát persze, hogy mindenki nem ismerheti a törvényeket, és korábban előző választásokkor időnként hallottam olyan visszhangot, hogy hát ugye az alakuló ülésen az az első dolog, hogy megállapítják a polgármester, az alpolgármester és a képviselők díjazását. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartjuk be azt, amit a kampányunk idején ígértünk, hogy önzetlenül és a faluért dolgozunk, hanem ezt, ahogy mondtam, a törvény előírja, hogy ezeket le kell szabályozni, hiszen most jött egy új polgármesteri tisztség, új képviselők vannak, és ezeknek a alakuló ülésen a díjazását meg kell állapítani. Tehát visszatérve, ugye a következő napirend az alpolgármester megválasztása. A törvény úgy rendelkezik, hogy egy alpolgármestert választani kell a képviselő, vagyis a polgármester helyettesítésére a képviselők közül. Ennek ugye indoka az, hogy kell, hogy nekem is legyen egy általános helyettesem, aki, hogyha bármi történik, akkor tud helyettesíteni, illetve képviselhet engem bárhol, bármilyen megbeszélésen, egyeztetésen. Én Olá Klára képviselő asszonyt javasolom alpolgármesternek társadalmi megbízatásban, és erről az ő megválasztásáról a képviselőtestület titkos szavazással fog dönteni, ezt törvény írja elő. Erre tekintettel egy szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, és az ő megválasztásának az idejére majd elrendelünk egy 10 perc szünetet, és utána ez a szavazatszámláló bizottság fogja a
szavazást lebonyolítani és annak eredményét kihirdetni. Én a szavazatszámláló bizottság elnökének javasolom dr. Gyöngy Mónika képviselőasszonyt, Bognár László képviselőurat és Peterzol János képviselőurat. Kérem, hogy ezt a képviselőtestület fogadja el, hogy ez a három képviselőtársam bonyolítaná le az alpolgármester asszony megválasztását. Elfogadják a szavazatszámláló bizottság tagjait? Jó, köszönöm szépen. Igen. Személyes érintettség miatt szeretném, hogyha a képviselőtestület megszavazná azt, hogy részt vegyek ebbe a szavazásba, vagy sem. Igen, ez is egy törvényi rendelkezés, hogy akire vonatkozóan születik egy döntés, az köteles jelezni, hogy ebben a döntésben ő személyesen érintett, és ilyenkor a képviselőtestület nyílt szavazással eldönti, hogy aki érintett ebben a kérdésben, az szavazhat-e vagy sem. Felteszem a kérdést, hogy a képviselőtestület egyetérte azzal, hogy Olá Klára az alpolgármesteri tisztségére irányuló, illetve megtörténő választáskor szavazhat-e. Aki egyetért azzal, hogy szavazhat Olá Klára, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor megvan. Akkor megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjainak többsége megszavazta azt, hogy Olá Klára szavazhat az alpolgármesteri tisztségére most lezajló titkos szavazáson. Amíg ez megtörténik, akkor 15 perc szünetet elrendelek. Köszönöm. Akkor megtörtént a titkos szavazás, és felkérem akkor a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. A szavazatszámláló bizottság megállapítása alapján szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy 9 darab érvényes szavazat alapján egyhangulan megválasztottuk a polgármesterként Olá Klára Máriát. Köszönöm szépen! Akkor azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében gratulálhatunk Olá Klárának, aki az alpolgármesteri tisztségét, ahogy mondtam, az én általános helyettesemként társadalmi megbízatásban látja el. Tehát ez azt jelenti, hogy a jelenlegi munkája mellett. Most felkérem megválasztott alpolgármesterasszonyt, hogy az esküt tegye le. Kérem, ehhez álljunk fel. Tehát én Olá Klára Mária, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, Alpolgármesteri tisztségeimből eredő feladataimat. Karttal fejlődésének előremozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakoroljon. Istenem engem úgy segíjen. Köszönöm. Akkor foglaljunk helyet. Következő napirendi pontunk a most megválasztott alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása. Úgy, ahogy a polgármesteri illetményre jegyző asszony elmondta a vonatkozó jogszabályokat,
Én itt is azt tudom elmondani, hogy a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját szintén a törvény határozza meg, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, amely úgy rendelkezik, hogy az alpolgármester a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának, ami 224.364 forint, 70 és 90 százaléka közötti összeg lehet a tiszteletdíj. Én javasolom, hogy ezen százalékos határ lehetőség között az alsó határral számolva, tehát a 70 százalékkal számolva a képviselőtestület az alpolgármester asszony tiszteletdíját 157.055 forintban állapítsa meg. Kérem, hogyha ezzel a képviselőtestület egyetért, akkor kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Egy tartózkodás mellett úgy látom, igen, hogy a testület ezt elfogadta. A következő napirendként az alpolgármester asszony költségtérítésének a megállapításáról kérek majd döntést. Szintén jogszabály határozza meg, hogy a most megállapított tiszteletdíjának a 15%-a lehet költségtérítésként megállapítva, ennek összege 23.588 forint. Erre vonatkozóan ismételten kérem a képviselőket, hogy amennyiben ezt az összeget, tehát a költségtérítés összegét elfogadják, úgy kézfelemeléssel szavazzanak. Jó, megállapítom, hogy ismételten egy tartózkodás mellett a képviselőtestület egyhangulag elfogadta az alpolgármester asszony költségtérítésére vonatkozó javaslatot. Tovább haladva a napirendi pontjainkon az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013 harmadik hó elsejei számú önkormányzati rendelet módosítása következik. Ezt azzal tudom indokolni, erre azért van szükség, mert eddig a szervezeti és működési szabályzat szerint három bizottság működött az önkormányzatnál. Az önkormányzati törvény szerint egy bizottság, a pénzügyi bizottság megválasztása kötelező, hiszen pénzügyekben a bizottság véleményező javaslattevő szerepet tölt be, és ugye a pénzügy az egy nagyon fontos terület, hiszen az önkormányzat gazdálkodását foglalja magában. Korábban, az előző ciklusban a pénzügyi bizottság mellett működött még a KOS elnevezésű bizottság, ami ugye magában foglalta a kulturális, oktatási, sport feladatokat. A KOS bizottság megszüntetését én javasolom a képviselőtestületnek. Erre vonatkozóan megkapták ugye a szervezeti működési szabályzatnak erre vonatkozó módosító rendelettervezetét. Ezt azzal tudom indokolni, hogy tulajdonképpen a kulturális, oktatási és sport feladatokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott ez a bizottság, és úgy, miután megtárgyalt bizonyos ügyeket, úgy tette a testület felé javaslatot a döntésre. Én úgy ítélem meg, hogy a kulturális feladatok elvégzésére ott van nekünk a művelődési ház vezetője és dolgozói, a könyvtár dolgozói, és amint eddig is tapasztaltuk, egy-egy ilyen eseményen az intézményvezetők is összefognak, és velük együtt ez a feladat megoldható. Az oktatási jellegű feladatok lényegében az iskolával kapcsolatos feladatok közül az önkormányzatoknál úgymond csak az iskolák fenntartása, az úgynevezett dologi kiadások maradtak, tehát lényegében ez is pénzügyi vonzatú döntéseket igényel, és azt gondolom, hogy ez
átkerül a pénzügyi bizottság feladat, illetve hatáskörébe, tehát erre nem tartom szükségesnek, ezzel is indokolom ugye a KOS bizottság megszüntetésére vonatkozó javaslatomat. A sportra vonatkozóan pedig, hát van egy sportcsarnok vezetőnk, vannak olyan emberek, akik a sport szeretők és megszervezik a sporttal kapcsolatos rendezvényeket, akár helyi, akár országosan ideérkező eseményekkor. Tehát tulajdonképpen egy bizottsággal csökkenne az önkormányzati bizottságok száma. Azt, hogy a feladatukat hová és miért tartom indokoltnak áthelyezni, ezt most felsoroltam. Még annyival egészíteném ki ezt az én javaslatomat, hogy kiszámoltam, hogy ha ez a KOS bizottság megszűnik, tehát egy bizottsággal kevesebb lesz, ez 5 év alatt az önkormányzatnak 10 millió forint megtakarítást eredményez, és azt gondolom, hogy ez nem egy elhanyagolható szempont. A korábban, segítsenek itt a cégzőszony, hogy hívták a... Szociális és egészség. Igen. A harmadik bizottság, elnézést, tehát a harmadik bizottságnak korábban az SMS-ben Szociális és Egészségügyi Bizottság volt az elnevezése. Ez a bizottság tulajdonképpen megmaradna, csak az elnevezése változna Művelődési és Szociális Bizottságra. Ezt azzal indokolom, hogy a szociális segélyekről mindenféleképpen bizottsági szinten kell dönteni, tehát egy szociális bizottságra mindenféleképpen szükség van, de mivel ugye az előbb elmondtam, hogy takarékossági szempontból csak két bizottságot javasolok, a szociális bizottság hatáskörébe kerülnének olyan jellegű feladatoknak a előzetes véleményezése, ami úgy összefoglaló néven a művelődéssel, ez legyen bármilyen rendezvény, kulturális esemény, valahogy azt gondolom, ez egy ilyen gyűjtő fogalom. Tehát ennek a második bizottságnak a nevét Művelődési és Szociális Bizottságként javasolnám elfogadni. És akkor tulajdonképpen a meghívóval együtt megkapták képviselő társaim, hogy amit most elmondtam a bizottságok számának csökkenésére vonatkozóan, és a bizottságok elnevezésének megváltozására vonatkozóan, megkapták a rendelet tervezetet, és kérem, hogy ehhez a rendelet tervezethez, ha valakinek hozzászólása, véleménye van, akkor azt tegye meg és megválaszoljuk. Kalcsó úr. Még annyira egészíteném ki a dolgot, hogy a falut megmozgató nagyobb rendezvényre, egy népművészeti találkozó, esetleg egy majálisra, egy anyagos sporteseményre, ez nem zárja ki, hogy egy adhó bizottság, ami szorosan együttműködve a másik kettő bizottság, illetve testülettel, ennek a koordinátora lesz. Úgyhogy ezt úgy is beszéltük, úgy tudom meg. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, valóban ez kiegészítette azt, amit én eddig elmondottam, hogy tulajdonképpen, ha van egy nagy rendezvény, vagy bármilyen olyan esemény, akkor a képviselőtestület egy ideiglenes bizottságot egy bizonyos feladatra bármikor létrehozhat, és ezzel úgymond a rugalmas működés megvalósítható. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy a képviselők szavazzanak a szervezeti működési szabályzatnak a módosításáról, amit ugye elmondtam, és ezt tartalmazza ez a rendelet tervezet. Még annyit mondok ide el, csak hogy aki esetleg eddig nem tudja, tehát rendelet elfogadásához minősített többségkel. Tehát kérem, hogy akkor szavazzunk, hogy ezt a rendelet tervezetet elfogadják-e a képviselőtársaim. Jó, úgy látom, akkor egyhangulag. Akkor megállapítom, hogy a képviselőtestület a bizottságok számának és elnevezésének, illetve a feladatait érintő
rendeletet elfogadta. Most a következő napi rendre térnék át. A hirdetéssel kapcsolatosan. Jaj, bocsánat. Jó, igen. Igen, igen, igen. Tulajdonképpen, mivel a korábbi szervezeti működési szabályzatunkat most módosítottuk, és ugye a jogalkotásról szóló törvény azt mondja, hogy egy rendelet akkor alkalmazható, ha kihirdetésre került. A szervezeti működési szabályzatunk azt mondja, hogy egy rendelet kihirdetése a hirdető táblára történő kifüggesztéssel történik, ezért megkérem jegyzőasszonyt, hogy hirdesse ki a rendeletet. Erre megint elrendelek egy 5 perc szünetet, amíg a rendelet kihirdetése megtörténik, és akkor tulajdonképpen utána már a módosított szervezeti és működési szabályzat alapján tudjuk tárgyalni a két bizottságnak az összetételét. Köszönöm a segítséget. Akkor 5 perc szünet. Akkor folytatjuk tovább a testületi ülést. Jegyzőasszony tájékoztatott, hogy 2014. október 23-án 10 óra 50 perckor a módosított szervezeti működési szabályzatunk hatályba lépett, tehát innentől kezdve már ez alapján folytathatjuk a képviselőtestületi ülést. Következő napi rendi pont, hogy a pénzügyi bizottságra és a művelődési és szociális bizottság elnökére és tagjaira teszek javaslatot. Én úgy gondolom, hogy először ismertetem a bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatomat, ezt mindenki át tudja gondolni, utána meg természetesen majd kérem a esetleges további javaslatokat. Azért gondoltam, hogy összességében ismertetem, és utána majd személyenként, külön-külön, egyénenként, egyenként szavazzuk meg, mert hogyha az egész tagságra vonatkozó javaslatomat ismeritek, akkor még tehettek javaslatot, és utána megyünk végig azon, hogy név szerint szavazunk mindenkiről. Tehát a pénzügyi bizottság elnökének Langa Gábort javasolom elfogadni. Tagja a képviselők közül Peterzon János, Urbán Attila, Kalcsó Tibor, és ugye a törvény lehetővé teszi, és szükséges is, hogy külsős tagokat is válasszunk. Két külsős tagot javasolok megválasztani, Illés Lászlóné és Szarvas Csaba. Így most már az összes név ismeretében várom a képviselő társaimtól, hogy van-e egyéb javaslat. Gábor? Én ifjabb Szára Zoltánt javasolnám még külső tagnak a pénzügyi bizottságba. Igen. Egyéb javaslat? Szarvas Tibordalra tennék javaslatot, hiszen ő már a bizottságoknak a tagja volt, és úgy gondolom, hogy a pénzügyi végzettsége esetleg indokolja azt, hogy ő továbbra is részt vegyen, hiszen a hozzászólásai mindig előbbre vívők voltak a bizottság életében. További javaslat? Nincs. Jó, hát akkor ugye volt az általam javasolt személyek voltak, és érkezett két újabb név, illetve két újabb javaslat. Akkor most kérem, hogy személyenként szavazzon a képviselőtestület. Itt ugyanúgy működik, ez egy kicsit hosszadalmasabb lesz, hogy akiről szavazunk, az ugye az önkormányzati törvény szerint jeleznie kell, hogy ő személyesen érintett ebben a döntésben, és minden esetben a képviselőtestületnek arról is döntenie kell, hogy akiről szavazunk, tehát aki személyesen érintett, az szavazhat-e vagy sem. Tehát akkor kezdem, hogy pénzügyi bizottság elnökének, aki Langa Gábort elfogadja, az... Előbb az érintettségéről.
Jó, hát végül is igen. Igen, most én ebben a dologban érintett vagyok, és én nem szeretnék szavazni. Tehát én magam nem szeretném szavazni. Tehát akkor nem kéred, hogy, vagyis nem akarsz szavazni, igen. Akkor a testület nem is kell, hogy most erről szavazz. Megszavazhatja, hogy kizárja vagy sem a szavazásból. Jó, akkor hallottátok, Langa Gábor kijelentette, hogy nem kíván szavazni a saját személyéről, de most akkor mégis a testület szavazzon, hogy akkor kizárja a szavazásból, vagy mégis szavazzon. Tehát aki úgy dönt, miután ő már nyilatkozott, hogy zárjuk ki a személyére vonatkozó szavazásból, az tegye fel, kérem, a kezét. Tehát aki a Gábor kérésével egyetért, hogy ő a saját személye ügyében, egy kicsit lehet, hogy bonyolultan mondom, de ő kifejezetten kért, hogy nem kíván szavazni, tehát aki ezzel egyetért, hogy ő ne szavazzon, most akkor az emelje fel ismét a kezét. Jó. Többség megvolt, ezt majd Krisztika folyamatosan számolja, mert ő onnan jobban látja. Jó. Akkor most teszem fel azt a kérdést, hogy akkor a képviselő testület, amennyiben egyetért, hogy Langa Gábor lesz a pénzügyi bizottság, illetve legyen a pénzügyi bizottság elnöke, az kézfelemeléssel szavazzon. Jó, Krisztika, számoltál? Hét, igen. Jó, köszönöm. Akkor megyünk tovább. Hét, igen van, és aki nem... Vagy tartózkodik. Vagy tartózkodik. Tehát tulajdonképpen megállapítom, hogy Langa Gábor hét... Az elnök. Igen, hét igen szavazattal a bizottság elnökévé megválasztása került. Egy tartózkodás volt. Ja, bocsánat, te is tartózkodtál. Hét igen, két tartózkodással. Tehát szavazásra kell tenni, hogy valaki tartózkodott, vagy sem. Jó, rendben van. Jó. Ott ő ki volt zárva. De van egy tartozat. Azt tudom. Fel kell tenni. Jó, akkor az a pénzügyi bizottság tagjának javasoltam elsőként Peterzoll Jánost. Akkor most csináljuk már úgy, hogy egy kicsit gördülékenyebben haladjunk, hogy mindig az érintett mondja meg, hogy szeretne szavazni, vagy nem. Nem szeretnék szavazni, köszönöm. Jó. Akkor a képviselőtestület elfogadja azt, hogy kizárjuk a szavazásból Peterzoll Jánost, mivel ő nem szeretne szavazni. Kizárjuk? Jó. Egy hangú. 8, igen. Jó. Akkor most felteszem a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Peterzoll János a pénzügyi bizottság tagja legyen, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Jó. Akkor megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, és tulajdonképpen egy tartózkodással Peterzoll János a pénzügyi bizottság tagjává megválasztásra került. A következő személy, akiről szavazunk, Urbán Attila. Itt én akkor megint. Személyemben. Jó. Urbán Attila is bejelentette, hogy nem kíván részt venni a személyéről szóló szavazásban, ezért kérem, hogy a képviselőtestület a Attila bejelentését figyelembe véve hozzon határozatot, tehát amennyiben kizárja a szavazásból, úgy kézfelemeléssel ezt szavazza meg. Egyhangú. Jó. Jó, és akkor most a következő kérdés, hogy aki egyetért azzal, hogy Urbán Attila a pénzügyi bizottság tagja legyen, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Jó, tehát akkor 8 igen és egy tartózkodás. Kalcsó Tibor úr következik. Nem szeretnék szavazni. Jó, tehát ugye ő is bejelentette azt, hogy nem kíván szavazni. Akkor először döntsünk arról, hogy amennyiben a képviselőtestület egyetért azzal, hogy Kalcsó Tibort kizárjuk a szavazásból, akkor kézfelemeléssel szavazzon.
Jó, akkor megint ott vagyunk, 8 igen és 1 tartózkodás. És akkor most azt kérem, hogy aki elfogadja, hogy Kalcsó Tibor a pénzügyi bizottság tagja legyen, az kész felemeléssel szavazzon. Úgy látom megint 8 igen, 1 tartózkodás. Na majd csak vele jövünk. Jövök. Következnek a külsős tagok. Tulajdonképpen itt ők az érintettséget nem kell, hogy bejelentsék, mert ez a mi javaslatunk. Szavaznak. Így van, tehát azért mondom, hogy itt erről nincs szó. Akkor a képviselő társaimat kérdezem, hogy aki egyetért azzal, hogy Illés Lászlóné a pénzügybizottság külsős tagja legyen, kérem, kész felemeléssel szavazzon. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 igen, és 2 nem. Tartózkodom. Tartózkodás? 2 tartózkodás. Tehát akkor megállapítom, hogy külsős tagnak a képviselőtestület 7 igen szavazattal, és 2 tartózkodással Illés Lászlónét a bizottság külsős tagjává megválasztotta. A következő külsős tag Szarvas Csaba. Kérem, hogy a képviselőtestület, amennyiben egyetért azzal, hogy Szarvas Csaba a pénzügyi bizottság külsős tagja legyen, kérem, hogy kész felemeléssel, ez nem akar kijönni, szavazzon. Hét igen, és aki... Én tartózkodom most. Egy tartózkodás, és... Akkor te is tartózkodtál. 7 igen, és tehát akkor megállapítom, hogy 7 igen, és 2 tartózkodással Szarvas Csaba a pénzügyi bizottság külsős tagjává megválasztása került. Ugye itt a képviselők részéről érkezett javaslatok további megszavazása következik. Javaslat érkezett ifjabb Száraz Zoltánnak a pénzügyi bizottságba a külsős tagként történő megválasztására. Ezért kérem a képviselőtársakat, hogy aki egyetért azzal, hogy ifjabb Száraz Zoltán a pénzügyi bizottság külsős tagja legyen, azt kérem, kész felemeléssel szavazzon. Úgy látom, 8. hogy 8 igen, 1 tartózkodás mellett, tehát megállapítom, hogy 8 igen és 1 tartózkodással ifjabb Száraz Zoltán a pénzügyi bizottság külsős tagjává megválasztásra került. És van még egy külsős tagra vonatkozó javaslat, Szarvas Tivadar. Akkor ismétel. Én szeretném észrevételezni, hogy ismereteim szerint ugye a külsős tagoknak a száma az egyel kevesebb kell, hogy legyen, igen, mint a képviselő. Tehát amennyiben ugye az előző 3 tag megválasztásra került, akkor észrevételem és álláspontom szerint a negyedik javaslatról már nem tudunk szavazni. Köszönöm az észrevételt, valóban így van, mert az önkormányzati törvény azt mondja, hogy a bizottságok elnökét és tagjainak többségét a képviselők közül kell választani, tehát ha most még egy külsős tagot beválasztanánk, köszönöm, hogy segítettél, akkor tulajdonképpen újra kellene majd tárgyalnunk, mert a törvényben előírt számszerűségnek nem felelnénk meg. De én azt gondolom, mivel volt egy javaslat, igen, megszavaztatom, és ennek függvényében szavazzatok, hogy akkor tulajdonképpen majd, ha most mégis Szarvas Tivadar megválasztásra kerül, akkor újra kell majd gondolnunk, de kérem jegyzőasszonyt, mert úgy látom, hogy segíteni szeretne. Igen. Így van, amennyiben Szarvas Tivadart is megválasztják külső tagnak, meg fel lehet oldani ezt az ellentétet úgy is, hogy a képviselők közül plusz egy főt választ a testület. Jó, mivel javaslat volt, én azt gondolom, hogy Szarvas Tivadar nevét mindenféleképpen felteszem, és ezeknek a törvényi előírásoknak az ismeretében szavazzunk. Mondjad, Mónika. Én csak annyit szerettem volna észrevételezni, hogy, illetve megjegyezni, hogy nem szeretnék Szarvas Tivadarra vonatkozóan semmilyen észrevételt tenni, mert hát nem is ismerjük egymást személyesen. Csak igazából azon az úton, amin elindultunk, illetve amiről már beszélgettünk, hogy költségcsökkentés
javán, illetve ugye ezt a szempontot szem előtt tartva, azt gondolom, hogy nem volna célszerű a képviselői létszám növelése a pénzügyi bizottságban, de nyilván ezt mindenki mérlegelni fogja a szavazás során. Nagyon szépen köszönöm a véleményedet, de mivel volt egy javaslat, tehát én kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Szarvas Tivadar a pénzügyi bizottság külsős tagja legyen, az kéz felemeléssel szavazzon. 4 igen. Ki az, aki azt mondja, hogy ne legyen a tagja? 1, 2, 3, 4. Döntetlen. 1, nem. Minősítő. 1. Ja, igen. Te tartózkodtál. Így. Jó. És akkor így a nem szavazatok száma lett több, úgyhogy akkor nem lesz. Tehát tulajdonképpen akkor megállapítom az eredményt, hogy 4 igen, és 5 nem szavazatra figyelemmel Szarvas Tibor nem került megválasztásra a pénzügyi bizottság külsős tagjává. Akkor áttérnénk a második bizottságunkra. Ismét úgy teszem, ahogy a pénzügyi bizottságnál, hogy a teljes általam javasolt névsort felolvasom, utána lehet még javaslatokat tenni, és akkor megint lefolytatjuk a szavazást. A Művelődési és Szociális Bizottság elnökévé dr. Gyöngy Mónikát javasolom megválasztani, tagjaivá Szásziné Győri Évát, Bognár Lászlót, külsős tagokká Dormányiné Szabó Andreát, Tótné Székely Adrient. Kérem, hogyha van egyéb javaslat a képviselők részéről, akkor azt tegyék meg. Nincs. Akkor azt gondolom, kezdhetjük a szavazást, és csináljuk úgy, ahogy eddig. Mónika. Jelezném, hogy érintettségem lévén én nem kívánok szavazni. Köszönöm szépen. Akkor ugye most a képviselő testület arra vonatkozóan hozzon határozatot, hogy tulajdonképpen kizárja dr. Gyöngy Mónikát a rá vonatkozó szavazásból. Aki egyetért azzal, hogy kizárjuk a szavazásból, azt kérem kézfelem ezen eléssel szavazzon. Úgy látom, egyhangú? Jó. Köszönöm szépen. És akkor most arra vonatkozóan kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Művelődési és Szociális Bizottság elnöke dr. Gyöngy Mónika legyen, az kézfelem eléssel szavazzon. Igen, tehát akkor megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen és egy tartózkodás mellett dr. Gyöngy Mónikát választotta meg a Művelődési és Szociális Bizottság elnökévé. Én látok egy jelentkezőt, nem tudom, hogy ez az, hogy most adhatok-e szót, vagy majd a végén. Vagy nem jól láttam? De igen. A végén jó, akkor végig megyünk a bizottsági tagokon. Ezzel kapcsolatos külsős tagról lenne szó. Jó, de akkor még hadd menjek végig a két képviselőtag, meg az általam javasolt két képviselő. Nem, akkor mielőtt a külsős tagokra térünk, jó, akkor megadom a szót, jó? Köszönöm a megértést. Szásziné Győri Éva. Jelezni szeretném az érintettségemet, és nem kívánok szavazni. Jó, akkor ugyanott vagyunk, tehát akkor megint felteszem szavazásra azt, hogy amennyiben a képviselőtestület egyetért azzal, hogy Szásziné Győri Évát a rávonatkozó szavazásból kizárjuk, azt kérem kéz felemeléssel szavazzon. Tehát akkor megállapítom, hogy 8 igen és egy tartózkodás mellett akkor Évike nem fog szavazni. Akkor a következő, hogy kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Szásziné Győri Éva a Művelődési és Szociális Bizottság tagja legyen, kérem, kéz felemeléssel szavazzon. Jó, akkor megállapítom, hogy 8 igen szavazattal és egy tartózkodással Szásziné Győri Éva a Művelődési és Szociális Bizottság tagjává megválasztásra került. Következő javasolt képviselő tagunk Bognár László. Igen, érintett vagyok, és kérem a tisztelt testületet, hogy zárjanak ki a döntéshozatalban. Jó.
akkor most megint arra vonatkozóan hozzunk határozatot, hogy aki egyetért azzal, hogy kizárjuk Bognár Lászlót ebből a szavazásból, az kész felemeléssel szavazzon. Igen, úgy látom, hogy akkor 8 igen, és 1 tartózkodás. Jó. Akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Bognár László a Művelődés és Szociális Bizottság tagja legyen, kérem, kész felemeléssel szavazzon. Jó, köszönöm szépen. Akkor megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással Bognár Lászlót megválasztotta a bizottság tagjává. És akkor, ahogy ígértem, mielőtt áttérünk a külsős tagokra, akkor Tóth Ilkó Mihályné hozzászólását, vagy észrevételét, javaslatát meghallgatjuk. Szépen a lehetőséget. Péter Zoltánné a gyermekvédelmi felelős az óvodában, és évek óta ő is külső tagja volt a Szociális Bizottságnak. Dormányné is tagja volt. Mindkettő nagyon jó kolléganő, per pillanat hivatalosan a gyermekvédelmi felelős Péter Zoltánné. Azért szeretném jelezni, mert gondolom a további együttműködésben számítani fog. Köszönöm, ennyi. Csak ugye most megint azon kell elgondolkoznunk, hogyha 3 külsős tagot választunk be ebbe a bizottságba, és 3 a képviselők közül megválasztott tagja, akkor megint felborul az a törvényi előírás, hogy ugye a képviselőkből választott tagoknak egyel többnek kell lenni, mint a külsős tagoknak. Én azt gondolom, hogy ezt most mondhatom, hogy tulajdonképpen Péter Zoltánné állandó meghívottként részt vesz a bizottság munkájában. Nem tudom, azért meg kell szavaztatni a testülettel, hogy... Megszavaztatott. Jó, végül is én természetesen a jelenlévőktől érkező javaslatot is, én azt gondolom, megszavaztatom a képviselőtestülettel, ugyanúgy mérlegelve azt, mint az előzőekben a pénzügyi bizottságnál, hogyha több külsős lesz, akkor több képviselőt kell megválasztanunk, és akkor megint ott tartunk, amit képviselőtársnőm dr. Gyöngy Mónika mondott, hogy akkor ennek megint a pénzügyi vonzatát majd figyelembe kell venni. Képviselő úr? Köszönöm a szót. Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy 4 évig én vezettem a Szociális Bizottságot az előző ciklusba, és a 3 hölgyel együtt dolgoztam, és én is azt javaslom, hogy ha van egy valamilyen mód és lehetőségre, hogy akkor Péter Zoltánnét is válasszuk be külsős tagként, mert hasznos tagja volt a bizottságnak. Tehát így a 3 hölgy tudott egy olyan összhangot, egy olyan segítséget adni nekem és a többi képviselőknek, ami igazán hasznos volt a 4 év alatt. Köszönöm. Jó, hát végül is további javaslat nincs. Akkor külsős tagokra vonatkozóan következik a szavazás. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Művelődési és Szociális Bizottság külsős tagjaként Dormányiné Szabó Andrea megválasztása kerüljön, az kész felemeléssel szavazzon. Úgy látom, hogy egyhangú 9 szavazattal megválasztása került. A következő, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Tótné Székely Adrien külsős tagként a Művelődési és Szociális Bizottságba kerüljön, kérem, hogy kész felemeléssel szavazzon. Egyhangú 9 szavazattal megállapítom, hogy a képviselőtestület megválasztotta Tótné Székely Adrient, és akkor ami érkezett további javaslat, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Péter Zoltánné a bizottság külsős tagjaként megválasztása kerüljön, az kész felemeléssel szavazzon. Úgy látom, 2 igen, ki az, aki nem, 1 nem, és ki az, aki tartózkodik. Jó.
Akkor megállapítom, hogy Péter Zoltánné külsős tagként nem került megválasztásra, és amit jegyzőasszony is mondott, hogy állandó meghívottként részt vesz a bizottság munkájában. Én köszönöm a szavazásokat. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném... Igen? Ha szabad egy visszareagálást, akkor a Dormányi Szabó Andreát fogom felkérni gyermekvédelmi felelősnek, mert úgy érzem, hogy teljesen így korrekt és kerek a kör. Tehát itt funkciókhoz kapcsolódnak ezek a külsős tagok. Tehát meghívott vendégként az Andi régen is csinálta a gyermekvédelmi feladatokat, akkor így átszervezésre kerül a dolog, mert magánszorgalomból pontosan olyan körülmények között, ahol nagyon komoly együttműködésre van szükség, családsegítő szolgálatra, szülőkkel, egyebekkel, nem kívánhatom el, tehát akkor Andival ezt át fogom szervezni. Köszönöm szépen! Tessék, iskolaigazgató asszony! Köszönöm szépen! Csak ahhoz, amit előttem Erzsi elmondott, én is szeretném elmondani mindenkinek, hogy nálunk pedig nem a gyermekvédelmi felelős a tagja a külsős bizottságnak, tehát Tóthné Székely Adrián nem gyermekvédelmi felelős az iskolába. Én mégis úgy gondolom, hogy ő tudja ezt a feladatot jól ellátni. Tehát mi nem kívánunk élni a másik lehetőséggel. Köszönöm szépen. Még ezzel kapcsolatban, a bizottságok működésével kapcsolatban azért szeretném tájékoztatni azt is, aki most személyesen megjelent, és aki majd ezt a tévéfelvételt nézni fogja, hogy tulajdonképpen a képviselőtestület és a bizottságok működése is nyilvános. Tehát el lehet jönni, sőt, szeretném, és azt hiszem képviselőtársaim nevében is elmondhatom, hogy szeretnénk, hogyha a kartaliak nagyobb érdeklődést tanúsítanának, és amennyiben idejük engedi, jöjjenek el minden képviselőtestületi ülésre, jöjjenek el bizottsági ülésekre, ahol természetesen javaslatot tehetnek, kérdezhetnek, észrevételezhetnek valamit, amit utána a képviselőtestület újra gondol, átgondol és figyelembe vesz. Annyi, hogy amikor például ugye szociális ügyekben, segélykérelmekben vagy egyéb szociális ügyekben dönt a bizottság, olyankor természetesen a bizottság elnöke zárt ülést fog elrendelni, ott már ugye a szavazáson külsős személyek nem lehetnek jelen. Tehát ezt azért szerettem volna elmondani, hogy senki nincs kirekesztve abból, hogy a közéletből kizárjuk, tehát bárkit szívesen veszünk, akinek javaslata, véleménye van. Úgyhogy ezt még ennyiben szerettem volna kiegészíteni. És akkor a következő napirend, hogy meg kell állapítani a képviselők tiszteletdíját, juttatásait, költségtérítéseit, és erre vonatkozóan az előző választási ciklusban is volt egy rendelet. Most az önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény erre vonatkozóan is módosult a korábbiakhoz képest. Korábban volt egy jogszabály, ami meghatározta egy bizonyos százalékok között, hogy milyen összegű költségtérítést, illetve tiszteletdíjat kaphatnak a bizottságok elnökei, tagjai. Ez a jogszabály megszűnt. A jelenleg hatályos önkormányzati törvény azt mondja, hogy a képviselőtestület a tagjainak, a bizottságok elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjat állapíthat meg. Nincs összeghatárhoz kötve. Én azt javasolom, hogy az a rendelet maradjon, illetve azok az összegek maradjanak meg hatályban, illetve kerüljenek megállapításra, amelyek az előző ciklusban is voltak. Tehát én sem az összegek megemelésére, sem az összegek csökkentésére nem teszek javaslatot. Maradjon az előző költségtérítés, tiszteletdíj, és később meglátjuk, hogy az önkormányzat gazdálkodása javul, stabilizálódik, hogyan alakul, és erre a kérdésre később vissza lehet térni. Ugyanakkor mégis a képviselők
tiszteletdíjára, juttatásaira és költségtérítésére vonatkozó rendeletet módosítani kell, de csupán a bevezető részét, mert ami alapján ezek az összegek megállapításra kerültek, azok a jogszabályok már nem azok a jogszabályok, azok helyébe újak léptek, és tulajdonképpen a képviselőt megkapták ezt írásban, de azért, hogy a lakosság is tisztában legyen, mert nem mindenki nézi talán a honlapunkon a rendeleteinket, én elmondanám, hogy tulajdonképpen akkor a régi rendelet, amit én szeretnék továbbra is, hogyha a testület így fogadná el, úgy rendelkezik, hogy a települési képviselőt a képviselő testületi ülésen végzett munkájáért 69.600 forint per hó tiszteletdíj illeti meg. A bizottságok tagjai bizottságonként 10.000 forint per hó tiszteletdíjban részesülnek, a bizottságok elnökei bizottságonként 20.000 forint per hó tiszteletdíjban részesülnek, és ugye ezt a pénzügyi és gazdasági iroda a jelenléti ív alapján fizeti ki, és nem olvasom fel az egész rendeletet, azt hiszem itt, ami mindenkit talán, vagy sokakat érdekelt ez az összeg. Tehát tulajdonképpen én most kérek hozzászólást, véleményt, mert végül is a képviselőknek természetesen joga van a kiküldött anyaghoz hozzászólni, esetleg más javaslatot tenni. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e javaslat más díjra, tiszteletdíjra, költségtérítésre, vagy egyetértetek az írásban kiküldött rendelettervezettel. Tibi? Én annyit tennék még hozzá, hogy az előbb a te fizetésed, illetve az alpolgármesternek a tiszteletdíja, illetve ezek az összegek, ezek bruttó. Ez összesen nem hangzott el, azért nem árt tudni, hogy nagy valaki nettóra gondolja, ezek bruttó összegekről beszélünk. Köszönöm a kiegészítést. Én annak szeretném kiegészíteni, hogy ugye ezek a tiszteletdíjak nem változnak az előző négy év ciklusához képest, és ugye vissza szeretnék utalni a polgármester asszonynak a szavaira, hogy azáltal, hogy három bizottságból kettőre lecsökkentettük a feladatköröket, ezáltal az 5 éves ciklus alatt a képviselőtestület a külső bizottságtagokkal együtt 10 millió forint csökkentést fogunk elérni az önkormányzat számára, tehát mindenképpen javaslom, hiszen egy 10 milliós csökkentéssel fogunk neki vágni ennek az 5 éves ciklusnak, tehát javaslom a tiszteletdíj megállapítását. Peterson képviselő. Annyi azt szeretném is kiegészíteni, hogy a tiszteletdíjak kifizetése csak azután történik meg, legalábbis az elmúlt 4 évben ez volt a precedens, hogy mikor a számlák minden önkormányzat által kifizetendő számla rendez van, utána van a mi tiszteletdíjunk kifizetve. Magyarul, ha jut rá pénz van, ha nincs, akkor nincs. És most per pillanat most is abban a helyzetben vagyunk, hogy a elmúlt ciklusban még több hónap elmaradáson, ezt mindenki nyugodt szívvel nyugtázza, mert tudjuk, hogy most az önkormányzatnak a anyagi helyzete kicsit szűkös, úgyhogy csak azért nem árt azzal is mindenki tisztában, hogy nem az első dolog az, hogy itt mindenki felvegye a tiszteletdíjat, és nem ezért tudunk itt magyarul. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még egyéb hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor a kiküldött rendelettervezetet szavazásra teszem fel, tehát a helyi képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló rendelettervezetet, aki elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Nyolc igen, Bognár képviselő. Tartózkod. Jó, tehát megállapítom, hogy a képviselőtestület a rendeletet 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. A meghívó szerinti napirendi pontjainkat tulajdonképpen végig tárgyaltuk. Szeretném megkérdezni a képviselőtársaimat, hogy van-e még valami javaslat, észrevétel, amiről beszélnünk kellene most az alakuló ülésen.
Kalcsó úr. A végére köszönöm a lehetőséget. Gratulálni szeretnék a polgármester asszonynak, az alpolgármester asszonynak, a különböző bizottságot, tisztséget, meg az elnökeinek. És úgy gondolom, hogy hosszú idő után megint elérhetünk oda, hogy a kormánypárthoz nevezett személyek töltik be ezeket a pozíciókat. Én azt kívánom nekik, hogy használják ki jól a lehetőséget, és akkor 5 év múlva szintén itt fogom ülni asztalnál. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Más hozzászólás nincs. Jó, akkor én megköszönöm képviselőtársaimnak az aktív hozzáállásukat. Ez az aktivitás remélem 5 évig folyamatosan megmarad. Ezért indultunk, ezért kerültünk ide, ezért szavaztak ránk a választópolgárok. Megköszönöm a kedves jelenlévőknek a részvételét, az itt létét, és azt kérem, hogy legalább ilyen arányban, de lehet, akkor biztassák még a kartaliakat, hogy még nagyobb arányban személyesen is jöjjenek el a testületi ülésekre. Ezzel a testületi ülés bezárom. Köszönöm.